Több mint 2000 darabos Rugli Dezső Tégla Múzeuma Szany településen. Ez nem csupán látványosság, hiszen a gyűjtő ismeri az egyik legősibb építőanyag régi történeteit, és szívesen mesél is róluk. A kiállításon szinte minden létező korból találni valamit. Több érdekes darab látható például az Árpád és a török korból is, de találni itt például 1848-as nemzeti szalaggal átfont téglát is. Kapcsolunk a helyszínre Szalai Ádámhoz, parancsolj! Szanyból egy rábaközi településről köszöntöm a kedves nézőket, jó reggelt kívánok, és már nem csak idézőjelben a csak 2000 a kiállított darab itt a Tégla Múzeumban, hanem már csak nem 6000, amit itt látogathatnak az ide látogatni érkezők. Hogy mennyire fontos ez magának a gyűjtőnek, arról Rugli Dezsőt kérdezem, hogy mit érez nap, mint nap, mikor itt elsétál a téglái körül, milyen érzelmek kavarognak önben? Hát minden egyes tégla, ha történet és történelem fűződik, mikor én elsétálok a téglaim között, megérint engemet a történelemnek a lehelete, hogy vajon hány imádságnak, városromnak, főri báloknak, polgári jólétnek, vagy szegényebb emberek mindennapos küzdelmeinek lehetnek tanulni falaknak a sejtjei. Mert minden egyes tégla, ha történelem és történelem történet fűződik. Megmondom őszintén, ha látogatók jönnek, elmesélem a téglaknak a történetét, de órákba tellene az, hogy minden egyes tégláról, hogy elmeséljem a történetet. Hiszen itt az imént már én is említettem, hogy több ezer darabról beszélünk. Önhöz kapcsolhatóan van némi kedvesség? Tehát melyik a legkedvencebb? Nekem nincsen kedvenc téglám, mert mindegyik tégla a történetet, történet és történelem fűződik, mert egy történelmet, egy történetet nem lehet úgy elmesélni, hogy valamit kihagyok. Ezt csak sorba lehet csinálni, és ennek időkül még én az elejétől a végére érek. Azért örülök azoknak a látogatóknak, akik nem úgy jönnek, hogy ennyi időm van, hanem hagynak időt arra, hogy én kimohassam magamat, mert én akkor érzem jól magamat, ha kimondhatom magamat, úgy, mint a versenyló, akkor érzi jól magát, ha lefuthassa magát. De bármennyi információt adok a látogatóknak, utána még mindig bűntudatom van, hogy jaj, erről se beszéltem, arról se beszéltem. Úgyhogy ebben 6000 darab kiállított tárgyban annyi történet és történelem lakozik, hogy végeláthatatlanul lehetne beszélni erről az egész történelmi dolgokról. Kedves vendégemnek nagyon szépen köszönjük, és hát a kedves nézőket pedig arra bíztatnám, hogy érkezzenek ide Szanyba, hiszen a hét minden napján várja a kedves ide látogatókat gyűjtő úr, és hát aki előszeretettel dolgozik különböző idézetekkel, érdemes ide is ellátogatni, hiszen aki megteszi, az nem fogja megbánni. Szalai Ádámnak köszönjük szépen!